I cut the cord and now I'm free.
him! I need some meds, BD-1. Thanks. Szia Csaba, jó reggelt, köszönöm. Hát elsőre a látvány az ilyen, picit ilyen elmegy kategória, mármint hogy annyira attól nem voltam el jobb a játék mechanikailag, meg olyan szempontból tetszik, hogy kihívás az van benne, mert pont tegnap
néztem, hogy és mondtam a többieknek, hogy de frankon ugyanaz, mint egy Souls játék, annyi, hogy kicsit kevert módja. Mindjárt megmondom, hogy miért, mert ez igazából három játékot ötvöz tulajdonképpen. Az egyik az ugrálás szempontjából, meg hogy ilyen kicsit filmszerű, az ha választanom kéne, akkor hát vagy az Uncharted-et mondanám, vagy a Tomb Raider, de inkább a Tomb Raider-t mondanám, mert szerteágazók a pályák, vannak olyan helyek, ahova később tudsz visszamenni, ez inkább arra jellemző, illetve maga ez a mászás, meg ez a kapaszkodás, meg ilyen rácsokon mászás, ez inkább az. Bár volt egy ilyen vonatoshoz hasonló jelenet, ami inkább az Uncharted-ben volt, de attól függetlenül ilyen téren egy ilyen, inkább a Tomb Raider, vagy kicsit bővebb a pálya, kicsit összetettebb, meg ezek a kötelek, amint csúszkálsz, ez is, azért valljuk be, ott is ilyenek voltak, igaz, hogy te lőtted a nyílveszővel. Illetve a másik két játék, ami a harcrendszert illeti, az úgy működik, hogy mint a Sekiroba, ugye van ez a védekezés, amit ha időben nyomsz, akkor deflektel úgymond, úgy mint a Sekiroba, és mondjuk visszaver egy támadást, vagy megbénul az ellenfél. Mit akartam mondani? Ja igen, ugyanúgy van ilyen staminád, ami most ugye nem látszik, ha jól látom. Meg az ellenfeleknek is, illetve a Dark Souls játékból annyi, hogy ugye itt vannak ezek a mentési pontok, ami ugyanúgy kell képzelni, mint a Bonfire-t, hogy itt leülsz, tudsz pihenni, ezzel regenerálod magad, de viszont az ellenfelek újra élednek. Itt van a fejlődés, ami ugye, hát ez nem kell magyarázni, ez értelemszerűen az, amit jelent, illetve vannak alul a skill pontok, amiből nekem most ugye van egy. Ez viszont úgy működik, ez kicsit kombinált, úgy működik egyrészt, mint a Souls játékokban, hogyha oda mész, akkor meghalsz, akkor ugye az aki megöl, az megkapja a te ilyen, hát én nem tudom mit kell így gyűjteni, valamiket. Szia Henny, szép reggelt. Megkapod annak a cuccát, vagyis nem, hanem ő megkapja tőled, és ha visszamész és még egy élettel legközelebb megölöd, akkor te visszakapod. Illetve annyiba bolondították meg a Sekiroból ismert rendszerrel, hogy itt nem úgy van, hogy mindent elvesztesz, hanem hogyha útközben te töltöd magadat, és úgy érsz oda, és úgy szerzed vissza, hogy a visszaszerzett cuccal feltölt egy csíkot, és lesz egy skill pontod, egy csík tele megy, akkor már csak azt tudod elveszteni, ami a következő csíkba belemegy. És akkor egy skill pont, hogyha egy skill pont megvan, azt már nem tudják tőled elvenni. Ugye ez volt a Sekiroba, csak ott annyi, hogy amikor a Sekiroba ugye nem úgy volt, hogy elvesztetted ezeket a gyűjtött valamiket, hanem nem úgy volt, mint a Dark Souls-ban, hogy megkapta egy ellenfél, aki megölt, hanem az konkrétan megfeleződött, meg ilyesmi, volt egy ilyen százalékjelző. Ja, Henny, hát meg vagyok, majd délután lesz egy kis melóm, csak addig leültem egy picit folytatni, mert tegnap elkezdtem is, hát lassan haladok, ugye a legnehezebb fokozaton viszem, és iszonyúan nehéz, mert mint olyan szempontban, hogy közben láttam, megnéztem az egyel alatti fokozatot, a harmadikat, mert ugye ez a negyedik, és nagyon nagy eltérések vannak. Pont ezért, aki ez alatt viszi a Jedi Masteren, az csak úgy, hogy mondjam, az is nehéz, nem azt mondom, hogy nem, csak rettenetesen nagy az eltérés a két fokozat között, szóval itt hirtelen nehezedik. Igen, Csava. Hát persze, ugye Sekirót is ismered nagyjából.
Nálad mi a helyzet, Hani? Igen, igen. Hát ilyen szempontból a már vártam, hogy legyen még egy Souls játék, ha így nézzük. Úgyhogy ilyen szempontból ez a rendszer, ez tetszik. És ugye, várjál, azt talán meg tudom mutatni. Annyi előnye van, hogy látjátok ott jobb oldalt fönt, menet közben lehet váltani. Mondjuk ezt ne kérdezzétek, hogy ennek mi értelme van, mert ez úgy lenne logikus, hogy ahogy elkezded, úgy folytasd. Ja, na, akkor utólagos jó étvágyat, és jó utazást majd. Ja, akkor egy kicsit... ja, ahogy fel, persze, ha. Akkor... Várjál, én rosszul emlékszem, akkor vidéken laksz, ezek szerint. Vagy csak ott vagy, és hazamész. Két és fél óra, az durva. Hát innen, mert innen tőlünk, én voltam Pesten busszal, hát az ilyen 3,5-4 óra. Ja, persze, tényleg Debrecen, igazad van. Az szép akkor. Hát akkor így telefon bekészít jó zene, vagy valami útközben. Ja, igen, Csaba, nem is tudom, 3,5 órát tudtam játszani, ha jól emlékszem este, és elég, hát nem sokat haladtam majd, hogyha meglátod, akkor igazából tanulgatom még a rendszerét. Igen, igen, sajnos ennél kicsit nem voltam benne biztos, mert nagyon sokan mondták már, hogy merre laknak, és így picit nem mertem rátippelni. Ha, az sincs közel, jó. Na, azt akartam mondani, hogy fönt, ott a Jedi Grand Masternél ugye három fokozat van, ahol nehezedik. Ki is írja a játék, ami megint csak a Tomb Raiderre hasonlít a legutolsóra, mert ott is, amikor választasz nehézségi fokozatot, azt hiszem ott is 4 volt, ugyanígy megoldották, hogy kiírták, hogy 3 vagy 4 csúszka változott. Bár ez lehet, hogy több játékban van, nem tudom. Ugye a parry timing az azt jelenti, a védekezésnél ugye annyira kevés időd van parryzni, míg a viszonyításképpen az egyel alatti fokozaton ott félig van a csík. Magyarul fele annyi időd van parryzni, mint story módban ugye a legkönnyebbe. Illetve a 3/4 csík van a nem tudom, a második fokozatban. Ez az incoming damage, meg az agresszió, azok meg az egyen lentebbi fokozaton, ez alatt, ott félig van a csík, szóval 50%, itt meg 100%. Akkor ti, ja, egymáshoz közelebb vagytok, viszont mi, ti velem, vagy hogy hozzám képest, viszont messzebb, mint Pest. Ja, és azt akartam mondani, a másik dolog, hogy megnéztem a játékba a két, ugye a 4 fokozat közül a 3., illetve a 4. itt, ahol most vagyok, és azt vettem észre, hogy brutális eltérés van, mivel hogy az egyen lentebbi fokozatban az életcsíkból, hogyha megütnek kétszer, akkor durván a 10%-a vagy 15%-át veszik le az életednek, itt meg két ütésből meghalsz. Na, pont ezt mondtam, és most reggel mondtam Amonnak, hogy durva. Én azt hittem, hogy van egy bizonyos következetesség a nehézségi fokozatok között, de nem. Az első három, igazság szerint az alsó kettőt nem is tudom elképzelni, hogy mennyire könnyű lehet. Mert nekem a easy, nagyon easy-nek tűnt a Jedi Master, ugye, ami ez alatt van, mert mivel, hogy mondom, tegnap, amit láttam, megnéztem, hogy
a legelején, a legelső pályán egy katona elé odaálltam, és kíváncsi voltam, hogy hány ütésből ölnek meg. Ott valami 7-8 ütést kibírtam, ezen a fokozaton meg kettőből meghaltam. És ez még plusz azon felül, azon a csíkon felül, amit mondtam, hogy agresszió, meg parry, ugye parryzni is sokkal nehezebb, mert nagyon, nagyon pontosan kell parryzni. Hogyha egy kicsit tévedsz, akkor már nem veszi be. Úgyhogy én azt tanácsolom, hogy ebből kifolyólag, aki nagyon, nagyon nem annyira jártas a Souls játékokban, de viszont szeretné a kihívást, az inkább kezdje a, ez a latin. Mert ez nekem is nyugodban nyelvűsen fog menni. És a másik, amit még Amonnak nem említettem, azt majd elfelejtettem, azt megírom neki. Amitől még nehezebb lesz, hogy itt, hogyha perrizel és kivégzel egy, mondjuk egy katonát, akkor a katona kivégzések közben, amit te, ott a karaktered csinálja azt a mozdulatot, amit nem tudsz megszakítani, te ugyanúgy sebződhetsz. Szóval, hogyha meglőnek messziről, vagy valami közben, és ezt gondold el, amikor négyen jönnek rád. Szóval nincs, nem tudsz, csak úgy tudsz, hogyha elmenekülsz, mármint úgy tudod megúszni. Ja, igen, Henny, ez nem, én ezt így most utólag, hogy amennyit beleöltem ez a 4 óra alatt, és itt tartok, nem kezdésnek nem ajánlom. Mert nagyon sokára lehet, hogy valaki el se jutna a végéig. Sőt, én is erősen gondolkodom, hogy meddig tartható ez az állapot. Várjunk. Látod, ez a kis kukac, vagy mi az öklelésével, annyit szedett le. Amit tegnap próbáltam, hogy ugye kétszer hagytam, hogy megüssenek egyel alatt, ez alatt egyel a fokozatom. Ott ennek a csíknak, ami lement most nekem, ennek kb. A 60%-át sebezték. Két ütésre. Ez meg egy öklelés volt. Igen. Hát a bossnál szerintem olyan, hogy ugyanaz, hogy 2-3 ütés, max, hogyha védekezek és ennyi. Ja, és amit még nem mondtam, a védekezés, hogyha védekezek, egyetlen egy támadást tudok kivédeni, így, és a második, az már sebez. Szóval jó, mondjuk ez nem igaz, mert izéból például, hogyha lőnek rám, a sima, abból a lézerfegyverből, abból többet ki tud védeni. De fizikai ütésből, habár várjál, a kis rákokat, azokat ki tudja védeni. Csak inkább az ilyen nagy tüzétre gondolok, majd mindjárt mutatom. Azok nagyon durvák. Szóval élettöltés is nehéz. Most megpróbálom még egyszer megölni ezt a izét. Én azt hittem ezek a nagy valamik egyszer jönnek elő, de nem. Ami nagyon durva, mivel hogy rohadt erősek. Na, itt van. Ó, baszki. Na, ezt az ugrást még nem tudtam kivéleni. Igen, most a másik dolog, amiben bízok, hogy talán egy picit javul a helyzet, hogyha fejlesztem magam. Csak itt az a probléma, hogy engem a legjobban az zavar, hogy amikor kivégzel valakit, akkor ugye akkor nem tesz ilyen sérthetetlen módban a játék, amit nem értek, mivel hogyha te kivégzel valakit, akkor igazság szerint miért kéne neked sebződni, mikor a kivégzés csinálja egy automatikus mozdulat. Na mindegy, ezt majd a fejlesztők ítélő képviselőre bízom, hogy erre miért volt szükség. Egy játékban se volt, hogy elmondani. Eddig legalábbis. És
ez rettenetesen megnehezíti a játékot, mert ugye nem te hiába perrizel tökéletesen is szeretnék kivégezni, ami ugye úgymond logikus lenne. Nem teheted meg, mert ugye neked attól kell félned, hogyha véletlen odafut addig valaki, ameddig te kivégzel, amit ugye... Hoppá! Rendben, köszönöm Ernie, hogy benéztél, akkor jó utat, aztán majd találkozunk. Szia, szia. És szép napot. Csáblád. Szia, szia. Úgyhogy igazából azt lehet elmondani, hogy minden szinten szenvedős ez a játék, még hogyha a legkönnyebb fokozaton is viszed pont ez a kivégzés miatt. Habár mondjuk azt azért érdekességképpen egyszer megnézném, hogy melyik, hogy nem-e, hogy a könnyebb fokozatokon nem-e úgy működik, hogy amikor kivégzel, akkor nem tudnak megütni, mert ezt még el tudom képzelni, hogy ebbe is nehezedik. Ja, Blád, pont most mondtam el. Igen. Na most nem csodálom, a béka mini boss az itt volt. Konkrétan ez a boss. Jó, nem ez, mert akit figyelj, úgy ugrott rá a fejére? Arra gondolsz? Mert van egy ilyen, mindjárt mutatom. Na, erre gondolsz, ugye? Na, igen. Nem csodálom. Milyen fokozaton viszi a négyből? A négy fokozatból. Csaba, ez a boss verzió. Ez a sima. Ez a sima, amivel én harcoltam. Ez a Zogdó vagy mi? Ez maga a boss, akinek ilyen nyelv... Hát a másik is azt hiszem ki tudja dugni a nyelvét, de ez biztos, hogy... Hát négy fokozat van. Hát ennek piros a feje. Ez meg ilyen feketés, meg narancssárgásabb a pikkelye, annyiba különbözik. Más a színe, meg mondom, ja. De hasonló, a mozgása hasonló. Mert ugye szamuráj 4 fokozat. Ja, hogy ettől, végig is tök mindegy, na ezt akartam pont mondani, hogy ugyanolyan erősek, azért vicces, mert ezek nem... Az egyiket úgy kezeli a játék, mint a boss fight lenne, holott ez nem boss fight, mert ennyi erővel ez is az. Igen, amúgy pont ezt akartam én is mondani, hogy nem tudom a közepes fokozat az mit jelent, mert 4 fokozat van. De rohadt nehéz, itt a 4. fokozatban konkrétan 2 ütésből megöl. Nem tudom, hogy őt hány ütésből ölte meg azon a fokozaton, mert ugye van a story mód, akkor van utána még valami, a Jenny Master és a Grand Master. Ez a 4 fokozat van. És pont ezt ecseteltem, hogy 3-4. Na, hát akkor ő szerintem lehet, hogy a izén kezdte a Jedi Masteren, ami ez alatt van. Ott tudom elképzelni, hogy 3-4 ütésből. Én, nálam úgy van, hogyha egyszer megüt, akkor másodikban már belehalok. Ja. Knight Master Grand.
Ja, a story módot kivéve ez a háromban. Igazad van, mert de nem így van, mert a Master az mind a két fog... Na. úgy van, hogy most már eszembe jutott story, Jedi Knight, Jedi Master és Grand Master. Ez a négy van. Konkrétan, ugye a story mód az értelemszerűen azoknak van, akik úgy, ilyen nagyon lightosan. Na, ez a négy fokozat van. Igen, ez azért van, mivel hogy a minél nehezebb a fokozat, annál nehezebb, mindjárt mutatom. Látod ott jobb oldalt fönt? A parry timing, jó, most azt nem tudom, a Dolce-ra lehet, hogy nem igaz, de annál nehezebb például parryzni meg minden. Hát figyelj nekem, amit az előbb így elmondtam a többieknek, így röviden összefoglalva, hogy konkrétan ez egy Souls játék, a harcrendszere az tetszik, az mindenképp. A grafika az nekem annyira itt nem brutális. Az elején van az ilyen sőt, ilyen éjszaka, amikor játszódik ott a vonaton, ilyen esik az eső, meg lövöldöznek, meg nem tudom micsoda. Az úgy effektben jó, az úgy jó néz ki az összhatás, de látványban én azt mondanám, hogy ez egy ilyen közepes játék a mai szinten, a mai játék közt, úgymond, legalábbis az én szememben. Játékmenetben rohadt nehéz, viszont igazságtalannak érzem, amit ugye mondtam a többieknek, hogy ha például perrizel és kivégzel valakit, akkor ugye én legalábbis ezen a fokozaton engem meg tudnak lőni, vagy meg tudnak ütni, amit még egy játékban se láttam, és nem értem, hogy miért büntet a játék, mikor pont ez az, hogy te jól perriztél és kivégzed. Szóval ezt az egyet nem tudom hova rakni, hogyha ezt nem is azt mondom, hogy patchelnék, de mert ez így akkor fura lenne, nem biztos, ezt szerintem nem fogják patchelni, mert ez nem egy játékhiba, gondolom én. Akkor azt mondanám, hogy fasza, de nem tudom. Ugye könnyebb fokozaton meg hát... Gondolom, aki a sztorit viszi, annak nem tudom, mert én a Star Wars sztorit, meg karaktereket, meg ilyesmi világot, azt nem nagyon vágom, mert nem nagyon szoktam nézni filmeket. Úgyhogy ez másnak nem tudom, hogy mit jelent. Hoppá, várja, nem is... Ja, nem ide akartam menni. Szóval olyan értelemben nem tudom megítélni a játékot, de mint... hogyha valaki kihívást keres, és már minden Souls játékot végigjátszott, akkor is talál. Viszont igazságtalannak érzem a játékot, vagy legalábbis az eddigi játékokhoz képest a rendszere kicsit érdekes. De... Na. Most sikerült. Na, valahogy így kell legyőzni. Amúgy majd elnézést, hogyha most nem tart olyan sokáig majd a stream, nem tudom meddig tart, mert ugye majd ha jönnek, akkor el kell ugranom. De ameddig van időm, addig... És utána folytatom értelemszerűen, ha végeztem.
Most meg elméletileg vissza kell mennem az űrhajóhoz, mert itt ugye mindent megcsináltam. Csak ezt kíváncsi voltam itt erre. Na mindegy, az a lényeg, hogy én azt hittem, hogy ezek a békák, mert ebből nincs sok, hogy ezek minibosszok. De mint kiderült, ezek nem minibosszok, mert ezek ugyanúgy vissza spawnolnak, úgyhogy ez csak szimplán nehéz. Hoppa. Ja, amit még amon nem hallott, hogy ugyanúgy vannak sorkák, liftek, kinyitható ajtók, stb. Szóval a pálya felépítés az a nem is ilyen nagyon-nagyon bonyolult, de olyan felépítésű, mint a Souls játékokban megszokott. Oda nem tudok még felmenni ahhoz a dökhöz. Lehet, hogy ahhoz repülni kell. Mert az úgy jó, aranyos. Na, látod? Még fel se izítam, de már megy. Mert hogy a másikat, amíg ugye ütöm, addig sért. Na? Baszki, hát de miért nem üt? Nem üt! Jaj, várjál, nem, nehogy azt mondta, hogy ez az erőt kell használni, mert akkor rosszul leszek. BD1, stim! Eddig nem tűnt fel. De mákon volt, tudtam, hogy hátba kerül, de hogy ilyen. Várjunk, itt voltam, majd nem tudom. Ja, meg vannak olyan részek, ahova vissza kell jönni, állítólag tudok utazni majd az űrhajóval, mert például vannak olyan helyek, ahova nem tudok most bemenni valami miatt. Még. Ez az a lényeg, hogy nagyon, például ilyen fokozaton nagyon oda kell... Aha, ne, ez nincs valami hozzá. Nagyon oda kell figyelni, és ilyen védekezve menni nagyon lassan. Hát, itt... Várjál, most valahogy vissza kéne oda mennem. Aha, ott átugrok. Ja, valószínűleg ott kell vissza menni. Úgyhogy... összességében ez a fokozat, ez még kb. Olyan szintű, vagy még nagyobb kihívást érzek ebben, mint a Souls játékokban, a New Game 7 Plus-ban, mert ott én ahhoz viszonyítok, mivel hogy ott van az, hogy készítésből meghalt. Az istenit, majdnem. Igen, durva. És ez a játék eleje. Úgy konkrétan úgy képzeld el, hogy... hát szerintem, hogyha te normál fokozaton kezded, mármint a másodikon, a Jedi Knight-on, ugye az a, azt hiszem az az alapfokozat, én azt mondom neked, hogy ahol most tartok 6 órája, nem 5 órája, szerintem ha tökölsz nagyon, akkor 1 óra alatt ezt mind megcsinálod. És akkor azt úgy, hogy így végig olvasol mindent a menübe, meg ilyenek. Várja, de most azt nem, az az igazság, hogy nem jut szembe, hogy... Ja, ott kell fölmászni. Meg az vagy, próbálom memorizálni a pályát, de... Nem minden megy elsőre.
azt mondja, hogy ott oda kéne eljutnom, ahol van az a sík. De akkor is erre kéne nyugasztok. Jaj! Császet. Igen, van térkép, de a térkép az nem jelzi a izét. Várja. Mármint azt tudom, hogy hova kell menni, csak... érted itt, hogy... ha várja, ahhoz képest elég jó 3D-be. És ugye vannak ezek a lezárt ajtók, ahova később kell visszamenni. Aha, itt mutatja is, hogy... az azért piros, mert ugye a level 2-es valami kell. Ez nem tudom. Ja, hát de oda bejuthat. Ez ott voltam már. Na mindegy. Na megnyitva. Ez az ugrás, ez az egy, amit egyszerűen nem érted. Throw it! Látod? Egyszer elkapak, utána... És ez újjászületik, ez nem egy ilyen mini boss, hogy egyszer megölöm is, akkor vége. Oké, hogy kivéthetetlen, de nem tudta, én nem védeni akartam, hanem elizélni, de egyszerűen még eddig még nem jöttem rá, hogyha netán el tudtam ugrani előle. Persze, dodge, azt csináltam, azt nyomtam, de hiába írja nekem a gép, azt csinálom, a dodge-olni akarok, csak a hitbox miatt nincs annyira, ezen a fokozaton annyira kevés időd van dodge-olni, hogy egyszerűen nem tudod, nagyon pontosan időbe kell nyomni. És ha megnézed, amennyi élete van, amennyit kell dodge-olnom, sokáig kell kitartani. És ha egyszer megüt, akkor azzal nem csak az a probléma, hogy sebez, hanem meglöki a karaktert, és egy ideig nem tudok újra dodge-olni, hanem így szédeleg. Ez egy ilyen, lehet, hogy a másodperc töredék része, de viszont... hogy mondjam, elég ahhoz, hogy beadja a következő zsírt, amivel van. Meg igaz, hogy le tudom lassítani, csak az még egyelőre szart se ér, mert nagyon kevés ideig lassul be. Az inkább arra jó, hogy egy picit így... úgy mondjam, ha szerencsém van, akkor tudok nyerni egy kis időt. Viszont az a baj, hogy amikor ezt a piros támadást csinálja, akkor a dodzsolással nem az a baj, hogy nem tudok előle eldodzsolni, hanem... Na itt van. Az Isten. Jaj! Várjál csak, ez mi volt? Feltöltöttem az életem azzal, hogy megjúzott. Ez mi volt? Vagy várjál? Vagy visszaszereztem a szólókat? Ez érdekes, hogy miért az életemet feltöltötte. Akkor ez úgy van, ezek szerint, hogy ha odamész, megölöd azt, aki megölt téged utoljára, és visszaszerzed a cuccaidat, akkor az izé. Várj egy pillanat, mindjárt jövök.
vagyok. Ó, látod? Ennyiből különbözik a többitől, hogy ilyen szempontból nem szivat annyira, mert hogyha megnézed, most igaz, hogy meghaltam sokszor egymás után, de amíg oda megyek, ugye gyűjtöm ezeket a pontokat, és most meg lett egy. Na ezt most már nem tudja elvenni tőlem, hiába öl meg, nem kell oda mennem visszaszerelni. Úgymond ilyen szempontból jó a pontrendszer, nem annyira szivató. Na, blokkodj! Help, BD1! Ez az a mozgás, amit... Az mit csinál? De... Az a baj, ez a lassítás, ez nem tart sokáig. És gondold el, még itt lenne mellette egy kis ilyen, mondjuk egy katona. Esélytelen. Na mindegy, tovább megyek, mert így... Nem az igazi. Ja, a másik, ami nem tetszik a játékban, hogy rengeteget tölt. Egy ilyen játékban szerintem pont a töltési idő a probléma, mert oké, hogy egyfolytában mész és próbálkozol, de amikor így percekig kell válni arra, hogy, hogy egy halál után betöltsön egy játék, az nagyobb bosszúság, mint hogyha megjön egy 20-szor. Legalábbis szerintem. Minden igaz, akkor el tudom mellette tudni, ha nem, akkor meghal. Amúgy el akarom azt még mondani, hogy ez konkrétan, ez csak egy ideje jött ide. Ez eddig nem volt itt ez a szörny. Csak amióta ugye megcsináltam azt a küldetést, hogy mi az Isten. Az... Na, egyet meg nem voltam. Can't open it. Aha, ehhez kell az eltoló elő. Amúgy ezek a mobok, ezek valószínűleg később könnyebbek lesznek, mert ugye ahogy fejlődsz, úgy olyan skillek lesznek, meg minden, csak most így elsőre piac kell így venni. Na, ez egy shortcut például. Jaj, várjál, ez eddig nem volt itt. Aha, na most valami a sztorival kapcsolat. My friend, it appears the Cepho had some interest in Dathomir. Strange. For such a peaceful culture to have any sort of fascination with a place so dark.
Ja, Vlad, amúgy... mindjárt mutatom, várja. Ha megvan ez a rövidítés, akkor ugye el lehet erre jönni. És itt ugye rá lehet, ezt ugye Anti segített ebbe, hogy itt rá lehet ugrani a bossra. Mert itt volt lent a boss, és így akkor le tudod venni egy szúrásra fél életét, és utána már csak a másik felét kellett levenni. De ugye olyan szempontból nem boss, hogy ő igazából csak egy ugyanolyan béka, mint a többi. Igen, igen, és nem tudom, hogy a paplovag ezt tudta, mármint hogy így, vagy simán ott alul bement hozzá, ott ahol van az a járat, tudod, ahol világítani kell a fénykarddal. Mert hogyha netán játszik vele és meg akar jönni, hát ha ez segít. Bár amúgy is nehéz, ettől függetlenül. Na várjunk csak. Arra nem voltam még szó. Ja de... Ja de voltam, de hülye vagyok, hát ott az ír, hogy így kell visszamenni. Ja igen, itt azért nem tudtam volna eddig visszajönni a izé miatt. Ja, innen indult a pálya. Ez simán, igen, igen, akkor meg pláne. Akkor pláne kemény. Amúgy az a baj, hogy kéne fejlődni, csak nem tudom melyik irányba, mert... itt ugye... az első két fontos az megvan, ugye a maga az erő növeli, nem ez az erő, igen, és ez meg az élet. Csak ugye kérdés, merre van a többi. Na, háromszög, háromszög. Várjál. Ó! Na, ez jó, ez a stamina. Aha, akkor ez a kettő fontos még, mert most néztem, eddig nem is figyeltem. Várjál csak. Ja, azt nem tudom. És ez... Igen, ez az, amikor ugye, ha jól értem, ez akkor tovább tart a lassítás, ez is nagyon fontos, meg ez, amikor a... Ez nekem fontosabb, amikor a védekezek is, ugye a stamina kevesebb staminát eszik. Úgyhogy ez a kettő lesz a következő, már most tudom. És várjál? Ja, nem nyílt meg több. Hú, akkor ezek lehet, hogy szintlépéshez kötöttek talán. Na mindegy. Na akkor megnézzük, hogy hova kell menni. Majd esetleg utána utólag tök, mármint olyan szempontból jó a játék, hogy így vissza lehet menni a, ezek szerint a bolygókra és megcsinálni azt, amit most nem tudsz. Látod? Itt van például ez. Ehhez is egy ilyen erő lökés kell. Ha jól tudom. Az a piros gömbhöz. Ja, ez nem a bejárat. De ott van. Na, itt sztori lesz. Passed the test. So you knew about BD-1? Come on board. We'll talk inside. Oh, BD-1, this is Grease. Hey, Grease. What is that? Kis munkám lesz, vagy dolgom, de azt szívébe egész nap eszkelemmi. That is BD-1. He's with us. I don't care who he's with. Do you have any idea how hard it is to get oil stains out of petroleum fabric? Not really. I hope you found something better out there than this droid. Oh, calm down, Breeze. He did. Tell us, Cal. Végülis azt mondom, a békákat már nagyjából kitanultam. Bár ahhoz képest végülis nem panaszkodhatok, hogy a békákhoz... Hogy mondjam, azok elvileg nem feltétlen most kéne megölnöm, vagy nem most kellett volna, szóval azokhoz vissza lehet jönni az... ahogy én néztem, ilyen... Oh, Cordova, you old fool. You knew him? Hogy is yes, mondjam.
Meg lehet most is ölni magyarul, csak sokkal nehezebb, szóval később ugye könnyebb dolgod van. Ha később jött vissza, nem kötelező. Úgyhogy... Ha azt nézem, hogy igazából csak a legelsőt úgy öltem meg, azt hiszem, hogy nem is volt fejlesztésem, ha jól emlékszem, ahhoz képest mégis nem vészes. A katonákat már nagyjából betanultam az elején. A bolgarokat betanultam. Oh. This is Master Obi-Wan Kenobi. I regret to report that both our Jedi Order and the Republic have fallen. Na ezt mondtam amúgy tegnap a többieknek, hogy a sztoriból semmit nem tudok, mert ugye a filmeket nem nagyon várom. Okay, no problem. Let's get it. Well, except the holocron is hidden deep inside the vault, and to get it we have to follow Cordova's path. He mentioned something about the planet Dathomir and a Zeppo homeworld. All right, well, where are we going? I'm just asking because I was thinking maybe... Ja, ezt mondta Antti, hogy azt hiszem két bolygóra még el tudsz utazni. Look, before we do anything, I need to know something. How come you're no longer a Jedi? I had an experience that changed my perspective. So I cut myself off from the Force. But you still want to rebuild the Order. I believe that rebuilding the Order is the best chance we have against the Empire. What do you believe? I believe I can't keep hiding from the Empire, so I don't really have a choice. Cal, as long as you're alive, you will always have a choice. Are you with us? We're in. Dathomir Zepho, it's your choice. Just let me know when you want to go. Hoppá, itt is van mentésük. Na. Akkor, aha. Ja, ezt már egyszer néztem. Igazából... Ja, semmi új. Ez micsoda? Wow. Ezt most... Ezt kaptam valamiért. Ezt nem is figyeltem ennyi. Hoppa. Ezt nem... Jó, mondjuk annyira nem látszódik kicsibe, de... Várjál. Mi volt ott a legutolsó? Ja, ebből csak ezek vannak. Igen, ez ilyen deluxe verzió, a két szín, az alapot kivéve a két másik szín az deluxe. Ez micsoda? Hey, Grease, what's this thing? What? You've never seen a terrarium before? Sure. Ja, hogy ez növény, én azt hittem egy ágy. Well, I've been a bit busy hauling you around the galaxy, but you know, you could pay me back with some seeds. I thought you hated nature. When it's out there, you betcha. But when it's behind a comfortably thick wall of umbar and glass, that's perfection. All right, I'll see if I can find any. No, nem repülünk. Ah, ott van a másik két bolygó. So next, let's go to... Aha, azt meg lehet nézni, és itt van a küldetés. Ez a Föld. Ez kicsit úgy néz ki, mint a Föld lenne. Vagy legalábbis így elsőre. Na. Micsoda? You are here. Ja, hogy ott vagyok?
Nem, akkor ez a másik, ez az opcionális. Ja, hogy a négyzettel utazok, akkor várjál, beszélgessünk vele. Seer, can you feel the force at all? Yes, but instead of opening up, I push it back down. The exact opposite of what you should do. Out there, I remembered something about myself before the purge. Hang on. So next, let's go to... Jaj, most nézem még ott a cseh... mutatta a bolygó, hogy ki, mi van kimaxolva, ugye a csesztek meg ilyesmi. Érdekes. Hi to you too. You two must have spent a lot of time together alone on that planet. You must have left right after you were activated. Do you remember the last thing Cordova said to you? Good luck, Jedi. May the Force be with you. The log left for Cal. Nothing else? Get over here, kid. We're about to land. Mikor érkezünk meg? Nem elég csak ugye a kiválasztani a bolygót. Hey, Cordova mentioned something about peace in the eye of the storm. Well, I can just make out a settlement in the middle of it. Then we have to get there. Copy that. Oh. Couple bombs ain't gonna kill you, kid. Unless the wind picks up. Can you tell that bucket of balls to keep his opinion to himself? I'm sure everything's under control. Because it's under control, it's just a little tricky. No. Jó, ez már jó. Okay, hold on, hold on, hold on! Oh. Perfect landing. Easy money, baby. But I'm still getting a lot of interference on the clouds. Hát sajnos a karakterek online. Azért mondom, hogy nem egy szép játék, de... I'll search for signs of Cordova in the meantime. Mondom, így a játékmenet elviszi a hátán, ahhoz képest így meg lehet szokni, de... Mondjuk a srác se egy... Cal, over here. Jó képű valaki. Good work. Oh, we did it. We did it. I hope you're not hurt. Oh, a loot. Oh, all right then. What do we find? No, Arya, merre mi van? Mi van merre hol? Ja, ez egy ajtó. Várjál csak. Ja jó, akartam mondani, hogy nem sárga az, de... Nincs valami szkennelhető dolog? Érdekes, hogy... Mintha a futásba végtelen lenne a stamina, ami jó. Aha, arra lehet menni, illetve majd be az ajtón. Ez meg maga a hangja. Hey, BD-1. Hey now. Something we can use? Aha, ja, ott nem lehet átmenni. Jó, ez level 2-es. Vagy hát nem level 2-es, de... Ez egyben zseblámpa is amúgy a fegyverem. Hopp, hallok. Ez
Na, a igazság szerint itt akkor nem lehet bemenni. Várj, amíg a nagy ajtót megnézzük, mielőtt ott felmegyünk a szörnyeknek. Szerintem ez sem nyitható. Ja, ó, oh. Ja, egy shortcut, oké. Okay. Aha, itt túl sok választott. Hűha, ezek már ilyen más dögök, ahogy nézem. Watch out, BD. Don't look friendly. Több életük is van. Aha. Cal, can you hear me? The Empire. Meg az ellenfeleket is be lehet szkennelni. Ami tök jó. They be looking for the tombs? Let's hope not. Just got our comms working. I'll try the same workaround to crack into theirs. Micsoda? Ja, hát jó, most a bágas sok van. Például tegnap olyan volt, hogy a ruhába belement a keze, meg elkezdett egyfolytában a ruhát így fújni a szél, de ilyen nagyon durván, és függetlenül attól, hogy hova bement egy zárt területre akkor is. És kiderült, hogy újra kellett indítani a játékot. Ahhoz, mennyi voltam. Lesből ugrott rám. Jaj! Stim here. Better. Várja, ja onnan fönt ő támadhatott. Vagy. Lehet, hogy van ott egy lyuk. Aha, földön. Ja, azért nyertem vissza az erőmet, mert így megjött. Aha. Nem, most nyertem vissza. Vagy ne... Na mindegy, nem tudom. Néha így visszaadja a... az életem. Na, oda nem tudok felmenni. Várjál csak. Na, az a baj, bocs, srácok szóltak, munka van, úgyhogy elugrok. És hogyha végeztem, akkor jövök vissza. Igen, igen, Csaba, visszakapom, csak itt, ebben a játékban nem csak a izét kapod vissza, hanem az feltölti egyszer az életedet. És ez viszont megint csak egy... új taktikai lehetőség, mert hogyha megnézed odáig, nem is kell életet tölteni, hanem gyorsan elszaladsz,
Nem baj, ha megsebeznek is, akkor ott ugye visszatöltöd az életed. Na mindegy, srácok, akkor egyszer megyek, és akkor majd később jövök vissza, ha valakit érdekel. Ja, köszönöm, köszönöm, srácok. Úgyhogy akkor sziasztok egyszer. És akkor majd jövök vissza később. Csá-csá.